Louis élete. Kutya hideg van odakin. Öltözzetek jó melegen, ha ki akartok menni, különösen, amikor fagy. Az emberek mindig eltúlozzák a fagyos időt, nem igaz? Louis, légy óvatos, mert ma 3 perc alatt lefagyhat az ujjad. Kövessétek a példámat, nyissátok ki az ablakot, nyújtsátok ki a kezeteket, 1-2, az én ujjam nem fagyott le. A hócsaták nagyon gazdag, igaz? Amíg fülön nem talál egy hógolyó. Fülön dobni nem ér. Nem sírok. Bemegyek, jó? És bár fülön találtak, mindig sántítottam. Apa persze tudta, honnan fúj a szél. Miért sántítasz, Louis? Fülön találtak egy hógolyóval? Tehát, amikor kimentek hógolyózni, ne feledjétek. Mindig vegyetek fel egy ilyen fülvédőt. Öregem, felmelegszem én valaha. A téli karnevál. 3 méteres hók röpködnek a méliszok. Már attól megfagy az ember, ha kinéz az ablakon. Erre mit rendeznek Szedánnalban? Nem akarok kimenni. Téli karnevál, szabad téli. Mehetünk, elég melegen vagy öltözve? Fiúk, felkészültetek a téli karnevalra? Mi most inkább nem megyünk. Úgy van, az idén inkább kihagyjuk. Mi baj van? Nem láttad, hogy hány fok van? Csak egy bolondnak lenne kedve ilyen időben kimenni. Jól hallottam, hogy valaki bolondnak nevezett? Hé, Tomi, ez nem volt szép tőled. Ne aggódj, apa, Boknak szánta. Olyan állott itt a levegő, he? Tudd be az ablakot, megfagyunk. Ez neked hideg? Hát, hideg. Ez nem hideg. Amikor egy hónapig vergődtem egy gumicsónakban egy gleccser tetején, olyan hideg volt, hogy a vérem is megfagyott. Igaz? Bár a szája fagyna be. Tényleg? Na és hogy fagyna be, he? Jól van, visszaszívom. Andy, ne ijeszgesd a gyerekeket. Tudod, lehet, hogy nem is lenne olyan rossz ötlet egyszer kihagyni a téli karnevált. Ma van a családok közti vetélkedő. Hogyan győzhetnének az Andersonék, ha el sem mennek? De apa, tavaly utolsók voltunk, tavaly előtt pedig még rosszabbak. Jól átgondoltam. Ha az ideit kihagyjuk, a legjobb eredményünket érjük el. Nem hiszek a fülemnek. Tudod, téged minden évben annyira elkap a versenyláz. Teljesen megvadulsz. Nem szokott elkapni a versenyláz. Hé, oda néz! Az én hasábom gyorsabban ég, mint a tiéd. A karnevál célja a móka? Figyelj, én szeretem a mókát. Vérre menő verseny, az ellenség eltiprása, a szomszédok megalázása, ez a móka! Kitart velem! Tapossuk el az ellenséget! Versenyezzünk életre halálra! Hogy van? Louis? Igen, ahogy mondta, egyetértek. Hé, melegíts be! Ó, igen, apa. Hé, Tomi, látod ott azt a kastélyt? Cukorból készült. Nem igaz. Hazudnék én neked? Nos, Anderson csapat, itt az idő. Figyelem, irány a versenypálya. Nekem nem. Én a büfében segítek. Nagy kár, nagymama. Segíthettél volna tolni a szánomat. Apa, jól vagy. Az időm van egy kis túlsúlya, Mr. Esténként 2 adag édesség. Hát sok szerencső. Mi köze mindennek a szerencséhez? Itt a gyakorlat számít, a bátorság. Ja, a pedálozás a zsűrinél. Nincs abban semmi rossz, ha valaki kioszt néhány finom csokit. A zsűri kemény munkát végez. Látta valaki Tomit? Segítség! Segítség! Louis, vegyél le, akartak a cukrabban van. Minden évben beveszi. Butak. Figyelj, Grimwald! Azok ott szárhúzó kutyák vagy fehéregerek? Nagyon vicces, Jensen. Azok mik? A kutyák? Ne feledd, a második kanyart magasan kívülről vedd. Te csak ne aggódj miattam, bébi. Büszke leszel rá, ha? Ti pedig vigyázzatok magatokra, amíg nézitek, ahogy apátok diadalt arat. Legalább 15 kiló téli ruha van rajtunk. Nagyon hogy eshetne bajunk? Nem! Ez fájt. Nézzenek oda! Csak nem a kis Lulu, Louisiana. Árul, de milyen érzés tudni, hogy körülbelül 5 percen belül az én apám megint leolázza a te apádat. Ugyanolyan, mint tavaly. Hányszor kell még elmondanom, fiam? Ne bratyizz az ellenséggel! Ezt nevezette hógolyónak, Glenn! Szia, apa! Látom, egy szavamra se figyeltél egész télen. Nézd meg! Még csak nem is sír! Bocs, apa.
Nos, Andy Anderson, új rekordot akarsz felállítani az idén? Zsinórban a 15. vereség? Ne légy rám érged, Ben Glenn! Andy, nem kell felülni az efféle provokációnak. Ne aggódj emiatt, édes! Ő a röhelyes, mert tavaly volt a Zsinórban 15. vereségünk. Mondjátok, hogy az apucikán új sportágat talált fel, a szán után futó verseny. Kutusa stílus! Micsoda te! Egy hasznos tanács, Anderson, a jövő évre. Gyorsabban haladsz, ha a szánkó tetején ülsz. A szánkó tetején ülve könnyű versenyezni. Én valami nagyobb kihívást kerestem. Egyedit? Igazán sajnálom, ora. Tudod, ha akarod, a karnevál hátra levő részében befogadunk tiszteletbeli Grunwaldnak. Miért akarnék az lenni? Nem céloztam én semmire, de téged tényleg nem érdekel, hogy milyen érzés, amikor az ember pontokat szerez a karneválon? Kedves tőled, Kitty, de ne félj te az Andersonokat, 20 évvel ezelőtt már nyertünk, tartogatunk meglepetéseket, figyeld csak meg! És mikor kezdődik majd ez a csodálatos talpraállás? A Cedar Knoll gyorskorcsolya versenyen én magam indulok. Érdekes, azt hiszem nem maradt más mondani való, mint hogy viszontlátásra a jégen. Szia, Jenny! Szia, Louis! Jól mulatsz? Igen. -20 fok van és jeges szél fúj. Apa tök utolsó lett a kutyaszám versenyen, és ebédre hógolyót ettem. Remekül érzem magam, Jenny. Hát az meg ki? Nem emlékszel a nővéremre, Lanára? Hazajött az ünnepekre az egyetemről. Válogatott műkorcsolyázó. Lana? Hát Lana egy igazi nő. Abban a pillanatban döbbentem rá, hogy Lana Harpert és engem egymásnak szánt a sors. Semmi sem választhat el minket egymástól. Na jó, talán egy valami azért igen. Elég sikamlós a helyzet. Korcsolyázunk egyet? Ilyet még nem láttam. Én jövök. Ügyes kísérlet. Igazán fenséges volt. Legyünk. Hát nincs itt olyan, aki méltó lenne arra, hogy este a partnerem legyen a jégtáncos bálon. Senki... Az nem is tolsz, ha? Mit csinálsz, Wester? Tudtam, mi a teendő. 4 órán volt arra, hogy megtanulja korcsolyázni. Versenyző! Hát, én felkészültem, ugorjunk neki. Úgy látom, egymás mellett fogunk versenyezni. Elkészülni! Nem sokan. Vigyázz! Gyerünk, korcsolyázni! Egy forró csokit, pupozva. Tessé! Mit forgatsz a fejedben? Meg tudsz tanítani korcsolyázni? Louis, én több mint 30 éve nem korcsolyáztam. Elesnék, és minden csontomat összetörném. Na, az már nekem is megy. Ó, ott egy neked való tanár. Remek ötlet! 50 centet kérek. Köszönöm a családi kedvezményt. Andy Anderson! 20 éve vesz részt a téli karneváli versenyeken. Karneválonként 15 versenyszámot rendeznek. Az összesen több mint 400 vereség Zsinórban. Igen. Jó neked, Williams. Végre sikerült elsajátítanod az alapműveleteket, mi? És hogy érzed magad ennyi vereség után, ha? Srácok, az a kérdés, hogy honnan nézitek? Tudjátok, én ebből a helyzetből csak javíthatok. Majd meglátjátok. Bármikor fordulhat a kocka. Áruld el, szerinted a jégszoborfaragó verseny a te versenyszámod lesz? Egyesek ránéznek egy jégkockára, és az italuk jut róla eszükbe. Amikor én nézek rá egy jégtömbre, én költészetet látok benne. Költészetet? Költészetet? Mi van költészet? Miért csúfolodnak rajtad, apa? Mert iridlik a tehetségemet. Most pedig, fiam, állj meg ott. És figyeld, amit én afféle modern Michelangelo-ként létrehozok egy műalkotást. Hajrá, apa, gyerünk! Kicsit a fény! Hajrá! Gyerünk, kapu! Nagyon klassz! Nyerni fogok! Ez az. Megfelel, igaz? A lámpád, fiam! Apa! Ne most, Tomi! De apa! Oh,
Anderson, te pancser! Azt hiszem, megnyertem, én vagyok a király! Sajnos egy művész már csak ilyen olyan esendő. Oda nézz, megnyertük! Nagyon büszke lehetsz. Tudod, biztos vagyok benne, hogy Marty szívesen ad majd Andynek jégszobor faragó leckéket a holt szezonban. Kitty, igazán nagy lepnő vagy. Nagyon kecses, Louis. Tess, pont erről akartam beszélni veled. Megtanítanál korcsolyázni? Remek ötlet, így együtt korcsolyázhatunk ma este a bálon. Igen. Pont erre gondoltam. Először mit akarsz megtanulni? Hát, ne legyünk túl nagyra törőek. Kezdjük talán a megállással. Köves. Így nem jutok el az olimpiára. De ne szakadjon. Ne nyavajogj, Louis, mert így nem tanulsz meg semmit. Állj fel! Figyelj! Azon tűnődtem, mint korcsolyázó tanuló, hogy van valami, amit máshogy kéne csinálnom, ha a partnerem nem olyan lenne, mint te, mondjuk magasabb? Nem, nem igazán. Na és ha olyannal korcsolyáznék, aki idősebb? Micsoda? Idősebb. Az a helyzet, hogy egy olyannal, aki nálam magasabb és idősebb, tényleg egy kicsit máshogy kell korcsolyázni. Először is gyorsabban. De... Azután meg tanulj meg magasról korcsolyázni, érted? Ez majd észhez térít. Valaki nagyon dühös. Kösz a leckét. Mozogj, vagy kiesel, Anderson. Jó vagy? Nem, vagyis igen. Egy pillanat, ismerlek téged, te vagy Lenny, igaz? Az a helyzet, hogy Louis. Jenny barátja, Lenny Anderson. Louis. Igen, légy óvatos és gyakorolj még, Lenny. Ma este biztosan szeretnél táncolni a bálon. Szia! Fel sem bírtam fogni. Ha csak nem értek valamit félre, ezzel azt akartam mondani, hogy ma este velem akar korcsolyázni. Az enyém lesz csak az enyém, és én Lanai mindörökké, Lana és Lenny. Mintha elvesztetted volna a barátod. Lehet, hogy igen. Tudod, Jenny, kislánykoromban a téli karneválon elvittem a kutyámat a korcsolyapályára. Ő is elveszett. Érdekel, mi történt? Beszakadt a jég és megfulladt. Ugyan, dehogy. Az csak évekkel később történt. Nem. Egyszer csak elrohant mellőlem, hogy egy nyulat üldözön a tó túlsó oldalán. És elkapta? Nem, de visszajött. Azt hiszem, el kellett mennie a tó túlsó végébe, hogy rájöjjön, hogy mellettem sokkal jobban érzi magát. Nagyon szép történet, de ha megbocsát, azt hiszem több forró csokit ittam, mint kellett volna, és nagyon be vagyok gúgyolálva, ha érti, mire célzok. Ismerős? Az arany sajtvadászat. Kösd fel a gatyaszárat, mert én vagyok a sajt. Ugyan, Grünwald? Te még a Michigani tóban sem találnál vizet. Híves szelet Wisconsin legfinomabb sajtjából. Maga Sidur Noll polgármestere vágta. A polgármester vágta fel a sajtot. Hallottátok ezt? Igen, ez jó, apa. A polgármester vágta fel. Ha mindenki felkészül, induljon a verseny. Rajta, keressék meg! Titkos fegyverünk. Teljesen kizárt dolog, hogy veszítsünk-e. Ne aggódj, apa, megtalálod a módját. Mi az a titkos fegyver? Bemutatom Villardot, ő majd elvezet minket a sajt mennyországban. De apa, azt mondták, hogy ez a sajt bronzból készült. Az részletkérdés. Kelet felé néz, úgyhogy indulás! Ez remek terv, apa. Tudod mit? Hívd fel, amikor odaérsz a sajt mennyországba, én utánad megyek taxival. Vegye fel az ütemet, katona! Elvéti a lépést! Apa, vigyázz után! Vigyázz után! Mi van itt? Kimenő a Tili házból, eh? Kitty, hogy látom, kioldódott a korcsolyát? Köszönöm, Ora! Nézed meg a szemed, Ora! A korcsolyád be volt kötve! Csomóra, mint mindig! Megvan! Ah,
el meg mi apa, a fene? Nagyon fájt. Nem, olyan jól esett, mint egy svéd masszázs. A hátam. Az arany sajdarab, apa. Pont az arany sajdarabra ültél. Gyönyörű szép. Nagyszerű, Louis. Hadd ide. Oda néz. Végre az első helyen állunk. El kell ismernem, nem hittem volna, hogy megérem ezt a napot. Engem is meglepett. Úgy is túlélek, Andy. Az egész emberiséget túléled, mint a svábbogár. Miért lóg az orrod, drága kis aranysajt fiam? He? Ne szólíts így, jó? Ó, bánt valami? Nem tudom, mit csinálok a ma esti jégtáncbálon. Nincs partnered? Hoppon maradtál, kosarat kaptál, he? Tedd, amit az öreget tenne, öregem, és üsd le más kezéről a lányt. Van partnerem, apa. A városban a legjobb. Akkor mi a probléma, ha? Az, hogy én vagyok a legrosszabb korcsolyázó a városban. Szégyellem magam. Louis, hadd adjak egy hasznos tanácsot, amit valaha egy édes kislánytól kaptam. A téli karnevál lényege nem a versengés. Nem az a lényeg, hogy ki a legjobb, vagy hogy ki a legrosszabb, vagy hogy megvered a szomszédokat. Kivéve persze a Jensen, azaz a Puncher. Nem, a téli karneválnak egy célja van, a móka, móka, móka. Az anyádnak igaza van. És bár ő most nincs itt, lefogadom, hogy akárhol is van, jól érzi magát, és élvezi a téli karnevál hangulatát. Imádkozz, hölgyem, mert most lerázlak. Nincs annál sírgalmasabb, mint amikor egy kétfelkezes Puncher azt hiszi magáról, hogy tud. Sose bírtalak. Ti vagytok az egyetlen baja ennek a városnak. Talán el kellene költöznöd. Vérelek nektek teherautót. Tudod, szomszéd vagy és barát. Az első holdverseny szintén a történetében. Sikerül a kicsikém! Ügyes óra, ez az kicsikém, mi? Nem, az én kicsikém. Ügyes voltál, mama. Holdversenyben első lettünk, és én arra készültem, hogy körbekorcsolyázzam a pályát. Álmaim nélkül. Ha belegondolok, hogy reggel még el sem akartam jönni a karnevára. Hé, mehetünk, Lana? Persze, hogy mehetünk, Milton. Hol voltál eddig? Már azt hittem, sose fogsz ide érni. Milton. Nem volt Milton edzőpartnerem. Kiütött a nyerekből egy fes, jóképű Milton nevű fickó. Hé! Lenny! Mi történt? Úgy volt, hogy együtt korcsolyázunk. Nem emlékszel, mond? Azt hitted, hogy te meg én. Esküszöm, ennél aranyosabbat még soha életemben nem hallottam. Nézd csak, ez a Szeretem Louis-t legújabb epizódja. Fel a fejjel, kis bütyök, eljön a te időd. Kis bütyök! Louis és Lana egy fán ülnek. C-S-U-K-U lóznak. Hogy már abba? Eltévesztette, érted? Rám gondolt, csak összekevert kettőnket, nem érted? Igaz ez, Lenny? Louis vagyok. Megbeverted a fejedet. Egyre furcsább barátaid vannak, Jenny. Majd olyan 10 év múlva hív fel kölyök. Ne biztos. Jenny. Louis. Köszönöm, és sajnálom. Ó, mit? Azt, hogy... Hogy idősebbnek hitted magad, mint amennyi vagy. Igen, azt is sajnálom, és még azt, hogy... Hogy elfelejtetted ki az igazi barátod. Igen, azt is sajnálom. És azt is, hogy akivel lenni akartál, végig ott állt melletted. Tényleg? Nem, ezt csak kitaláltam. Gyere, Louis. Elesek. Segítek! És ez a tiraszó, hölgyeim és uraim, azt jelenti, hogy véget ért az idei téli karnevál. Jövőre is várunk mindenkit! Hé, nyughasson már! Ma azt se hallottam egész nap, csak a maga karatyolását. Ez a dolgom? Igen. 44-es a lába. Hogy találta ki? Értek a lábadhoz. Rajta menjünk! A karnevál naplemente után is folytatódott. A hőmérséklet jócskán lement mínuszba, de engem nem zavart. Talán a korcsolyázás, talán a társaság, talán a hideg miatt, akármi volt az oka, egyáltalán nem fáztam. Aznap először végre melegen volt.